Több mint 1 milliárdos fejlesztés, megújul a Békés Csabai stadion. Téli útüzem, mintegy 200 utat tisztítottak meg Békés Csabán. Tanyagondnokok szolgálatban fokozott figyelem a külterületen élőkre. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Balázs Anett vagyok. Átcsoportosításokról döntött a kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata során. Ennek részeként a Békés Csabai létesítményt érintő beruházásra 325 millióval többet, mintegy 1,1 milliárd forintot szánnak majd. A fejlesztés során a pálya északnyugati oldalán lévő régió lelátó helyén egy új, fedett 2500 fő befogadására alkalmas ülőhelyes tribün épül. Inással Zsolt, a Lilafehérek egyik kitartó szurkolója érkezik szokásos helyére, hiszen családjával együtt mindig a kapu mögötti lelátóról szorít a csabai Lilafehéreknek. Hajrá, Lila! Jelenleg téli szünet és a hó uralkodik a létesítményben, de Inással Zsolt is pozitívan fogadta, hogy a fejlesztést követően még jobb körülmények között szurkolhatnak majd a csapatnak. Nagyon örülünk, hogy a stadion rekonstrukcióval már Békéscsabára is eljut egy új stadion építése. Sajnos ez a stadion már megérte Pásztor Józsefnek a góljait is, és még mindig ugyanolyan stadionban kell, hogy játszanak a mostani NB1-es játékosaink. Ez nagyon sokat jelentene a városnak is, és mi nekünk szurkolóknak is. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata során átcsoportosításokról döntött a kormány. Ennek részeként a budapesti Bozsik stadion és a kisvárdai sportlétesítmény mellett a békéscsabai beruházásra is 325 millióval többet szánnak majd. Több mint 1 milliárd, majdnem 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy Békéscsaba is egy méltó NB1-es csapattal rendelkező városhoz méltó stadion tudjon megvalósítani. A következő ütemnek ennek a kiírása már megtörtént, illetve ma volt a pályázatoknak a beadási határideje. A elbírálás szerződés kötéstől számított 240 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy ez a kivitelezés megvalósuljon. A tervek szerint az átalakítás részeként a délkeleti oldalon lévő lelátót befedik, míg a pálya északnyugati oldalán lévő régi lelátó helyén egy új, fedett 2500 szurkoló befogadására alkalmas ülőhelyes tribün épül majd. A létesítmény ezt követően 21. századi körülményekkel várja a szurkolókat, játékosokat és a sajtó képviselőit is. Nem csak a lelátó épül meg, ami a szurkolóknak természetesen egy óriási kényelmi segítség, hanem olyan funkciók is épülnek a lelátó alá, amelyek részben a szurkolókat szolgálják ki, ott lesznek mosdók, vécék, illetve büféhelyiségek, olyan közösségi helyiségek, ahol tudnak találkozni a labdarúgókkal. Viszont olyan részek is épülnek, amelyek kimondottan sportolók felkészülését segítik. Az öltözőkön kívül rekreációs helyiségek lesznek, edzőterem lesz, orvosi szoba lesz, ami az ellátást biztosítja. A csabai csapat már meg is kezdte a munkát annak érdekében, hogy kiharcolja a bennmaradást, és a szurkolók az új stadionban is élvonalbeli mérkőzésekre járhassanak. Ebben bízunk mi is, hogy tényleg egy olyan stadiont kap Békés Csaba, egy olyat tudnak felhúzni, de amelyik hogy az NB1-es mércéhez megfelel, és itt Békés Csabának is egy ékszerdoboza lehet. A tervek szerint a sportolók és a nézők teljes egészében 2017-ben vehetik majd használatba a megújult stadiont. Békés Csabán mintegy 200 utcát tisztítottak meg az idei év első havazása után. A közel 3 cm-es csapadék nem okozott nagyobb fennakadásokat a városban, ám a közlekedők arra panaszkodtak, hogy csúszósak az utak. Hókörképünk következik. Az év első munkanapján még ilyen sűrűn hullott a hó Békés Csabán. Egy nap alatt körülbelül 3 cm-nyi csapadék esett a megye székhelye. A várost érintő főbb közlekedési szakaszok, így a 44-es, a 46-os és a 47-es út sikosság mentesítéséről a Magyar Közút Békés megyei szakemberei gondoskodnak. Békés Csaba Gyűjtő utcáin tavalyi vége óta a Tappe Kft. Végzi a hókotrást. Az eddig szemétszállítással foglalkozó cég modern gépekkel összesen 615 ezer négyzetméternyi területen tisztítja a város úthálózatát. Az nem tudom kezelni, milyen szélesen szórja a keveréket, illetve hány gramot szórja ki négyzetméterenként. Ha leesik a hó, a sikosságmentesítést az önkormányzat rendeli el, ekkor állnak szolgálatba a hókotrók. Tegnapi nap folyamán délután 3 órakor rendelt el a műszaki ellenőr a sikosságmentesítés Békéscsaba megye Jobbóváros területén. 3 órakor 6 teherautóval és 6 kisratóval indítunk el a város előrehozott útvonalán az utak sikosságmentesítésére.
A havazás nem okozott nagyobb fennakadást a városban, a legtöbb helyen időben el tudták végezni a csapadék eltakarítását, ám az általunk megkérdezetteknek vegyes volt a véleménye arról, mennyire nehezíti a közlekedést a leesett hómennyiség. Ha eltakarítottak volna időben, akkor egész jó lenne. A közlekedés, igen. Jobb lett volna, hogy mindre akkor fognak hozzá, amikor elkezdett esni a hó. Mert ha letapossák, akkor utána ugye kellemetlen. A kerékpárral közlekedők nagy része arra panaszkodott, hogy nem minden szakaszon járhatóak a kerékpáros utak, ám mint mondták, az ónos eső nagyobb gondot okozna. Olvad is, meg hát ilyen, hát az, hát tél van. Nem annyira csúszik, de még jó, hogy nem ónos eső esett. Ugyanakkor olyan véleménnyel is találkoztunk, mely szerint télen nem meglepő, ha esik a hó, az ilyen kevés csapadéknak pedig nem kellene fennakadást okoznia. Én nem tapasztalok változást, mert külföldön ennyi hótól meg se lezen senki. Tehát nem tudom, itt miért van ilyen nagy kényszerhelyzet. Nem tudom. A következő napokban egyébként már nem számíthatunk jelentősebb mennyiségű hóra, legfeljebb havas, illetve ónos esőre. Ám az utak emiatt is csúszossá válhatnak, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Január 1-től 27%-ról 5%-ra mérséklődött a sertés tőkehús áfája. A régi fogyasztói árhoz képest így 22%-kal lettek olcsóbbak a törvényben meghatározott sertéshúsféleségek az év elejétől. A vágóhidak, a húsboltok üzemeltetői bizakodóak, szerintük érezhető lesz a változás a forgalomban. Bontják a sertéshúst a Csaba Park vágóhídján. Minden reggel 10 sertést hoznak a beszállítók, amit itt dolgoznak fel, utána a vevőkhöz a húsboltokon keresztül jut el az áru. Olcsóban, mivel az áfa lejjebb ment, és úgy nézem, hogy szerintem sokkal több munkánk lesz, mint eddig volt. A csoportvezető azt sem tartja kizártnak, hogy a jövőben annyira megnő a kereslet a sertéshúsra az áfa csökkentés miatt, hogy még plusz embert is fel kell vegyenek. Ez pedig már az egyik békéscsabai hús volt, ahová frissen, azonnal a vágás után jutott el a sertéshús. A bolt vezetője is arra számít, hogy a jövőben nőhet a forgalmuk a húsárának csökkenése miatt. Hát remélem, hogy sokan lesznek. Tavaly nagyon-nagyon sokan érdeklődtek, és nagyon-nagyon sokan várták azt, hogy áfa csökkentés lesz. Akkor már érdeklődtek az árak után, és nagyon tetszett mindenkinek. A megkérdezett vásárlók közül a legtöbben azt mondták, az áfa csökkentés mindenképpen jó dolog. Körülünk ennek a hírnek, mert elég sok sertéshúst eszünk, bár jó csabai szokás szerint mi szoktunk disznót is vágni. A feldolgozott húsféleségek áfakulcsa nem változott, így a kolbászé, a szalámié, virslié vagy a sonkájé továbbra is 27% maradt. A szakemberek szerint az áfakulcs csökkentésével akár 25 milliárd forintot is megspórolhatnak majd a vevők éves szinten. Köszönöm szépen! Viszontlátásra! Hamarosan új buszbérletet kell váltaniuk azoknak, akik nem jeggyel utaznak Békéscsabán. A tavaly decemberben vagy 2015 teljes időszakára, második fél évére vagy az utolsó negyedévre váltott bérletek még 2 napig, azaz január 7-én 24 óráig érvényesek, derül ki a Délalföldi Közlekedési Központ tájékoztatójából. Az 1-es, 3-as és 4-es helyi járatok 2014 februárja óta az Orosházi úti híd lezárása miatt a Szarvasi út felé közlekedtek. Most már ismét az Orosházi úti vasúti felüljárón átjárnak. A friss menetrend a behír.hu oldaláról letölthető. A téli hónapokban fokozottan oda kell figyelni a tanyán élőkre, hiszen gyakran a tűzifa beszerzése is gondot okoz számukra. A gyulai kistérség egységes szociális és gyermekjóléti intézmény tanyagondnokai hetente járnak ki a térség tanyáira, és segítik az ott lakók mindennapi életét. Takarmányt hoztak a tanyagondnokok az idős lakók állatainak. Hetente szállítanak az itt élőknek élelmiszer, gyógyszer, takarmányt vagy éppen vécétartályt, ha arra van szükség. Emellett elviszik őket a közeli városba beszerezni a hétre valót. Bódba elvisz egy héten egyszer bennünket, akkor gyógyszert írat, orvos, hova menni kell, Tamásnak szólok, akkor visz bennünket.
A gyulai kistérség egységes szociális és gyermekjóléti intézmény tanyagondnoki szolgálata 40-50 tanyára terjed ki a térségben. A szolgáltatás nagyon széles körű. A személyszállítás, a bevásárlás, a takarmány beszerzése, vagy éppen a tűzifa kihordása is része a tevékenységüknek. Itt kint Katrin és Ani bácsinál minden héten szerdán van egy bevásárlás, a szomszédfaluba Fényesre átviszik őket, akkor megveszik az egész hétre való élelmiszerüket. Mint az előbb is látszott, a takarmányszállítás pedig a jószágoknak galambokat tartanak, és akkor annak szoktuk kiszállítani a takarmányt, a kukoricát. Ezen kívül van még nekik is az orvoshoz elvitel, mert ugye látszik, hogy a filmben is látszott, hogy nem fiatalok, idősek már, mozgásukban korlátozottak. A gondnokoknak a téli hideg hónapokban fokozottan oda kell figyelniük a tanyákon élőkre. Fokozottan oda kell figyelni az idősebbekre, van-e tűzifájuk, van-e élelmiszer, ha esetleg baleset, vagy bármi érheti őket, az egészségük is ugye jobban igénybe van véve a hideg időjárástól közve. Azon kívül a tartalékokat is ugye az élelmiszerbe is nagyobb bevásárlásokat kell csinálni. A gyógyszer is jobban fogy így ilyenkor, ugye, mert nátha is jelentkezik elég sűrűn. A pályázat figyelésre is gondot fordítanak az intézmény dolgozói. Ha bármilyen lehetőség adódik, értesítik az érintetteket, akiknek a pályázat megírásában is segítenek. 9 közel 7000 éves sírt tártak fel a Szarvasi Arborétum szomszédságában, a Mezőtúri komp felé vezető út mellett a közelmúltban. Ugyanebből a korszakból került elő egy házrészlet, valamint egy leégett ház oldalfala alatt a kerámiákkal. Az ásatást azért végezték a Tessedik Sámuel Múzeum munkatársai, mert a Szent István Egyetem Szarvasi Kara öntöző csatorna kiépítésébe kezdett a lelőhelyen. A leletek egy részét már Budapestre szállították, ahol antropológiai vizsgálatokat végeznek. Más részük viszont Szarvason marad, ahol restaurálás vár rájuk. A feltárt anyagok megtisztítása és feldolgozása után a múzeum kiállítást tervez a leletekből. Ez a 420 méteres nyomvonalon 16 sírt, 3 házat, valamint várkot és gödröt tártunk föl. A objektumok több korszakból való, középső és késő újkőkori, valamint az avar időszakból is találtunk több sírt. Már 5. alkalommal döntötte meg saját rekordját Gécs Béla, akinek nevéhez 1989 óta fűződik a világ legkisebb újságjának megalkotása. A ma már nyugdíjas Békés Csabai nyomdász az első kiadványt Tevan Andor születésének 100. évfordulójára alkotta meg. A legfrissebb kötet tavaly nyáron az 575 éves könyvnyomtatás tiszteletére készült. Az alig bélyeg méretű mini újság világrekordjáról a Die Welt című német napilap is beszámolt. A kiadvány szülőatya szerint munkája egyaránt tekinthető művészeti alkotásnak és nyomdatechnikai bravúrnak. Szeme van. A megfelelő betűt kell megválasztani, ami jobb bírja a kicsinyítést. És meg kell találni még azt a pontot, amíg ez olvasható. Ez 3 pontos betű, és tökéletesen olvasható. Természetesen nekinek jó szeme van. Ismét jég borítja Békésen a Fáy utcai parkolót. A tűzoltók által feltöltött jégpályát a héten vehették birtokba a gyerekek. A 70x30 méteres területen bárki ingyen kipróbálhatja korcsolya tudását. A legkisebbek még hóember építésbe is belefogtak a friss jégen. Idén 3. alkalommal engedték fel a körös vízével a nyáron csak parkolóként használt területet a békési tűzoltók. Szombaton töltötték fel kollégáim innen az élővíz csatornából ezt a területet. Hamar meg is fagyott, és majd még rá is töltünk, hogy ne maradjon ilyen havas, meg most is van, ahol egy kicsit összetöredezett, tehát pótoljuk majd a vizet, hogy egy jó felület legyen. De délelőtt is voltak itt iskolából, meg hát gondolom majd délután is jönnek többen, hogy használják ezt a pályát. A több centi vastag jégpáncél teljes biztonsággal elbír minden korcsolyázót. És akadnak is szép számmal, akik kihasználják a lehetőséget egy kis mozgásra. Azért jó, hogy itt van ez a pálya, mert egy nagyon jó lehetőség azoknak, akik tömb lakásban laknak, hogy egy kicsit kimozduljanak, de azok is, akik kertes lakásban laknak, ajánlom, hogy jöjjenek ki, ne csücsüljenek otthon, mert lehet, hogy egy kicsit hideg van, de mozogni kell, és akkor bemelegszik az ember. A Fáj utca jégpályának az időjárás is kedvezett, hiszen mostanra mindenhol befagyott a víz, és talán egészen tél végéig kitart a jég.
Ez volt mára a Híradó, hamarosan következik aktuális című műsorunk. Mai vendégeim Maxin András, a közterület felügyelettől, és Bondár Lajos, a TAPE Kft. Műszaki igazgatója. Témánk pedig a téli útüzem. Amennyiben tehetik, tartsanak továbbra is velünk, addig is viszontlátásra.